Adjak feladatokat, vagy csak így sétálgassunk? Hát szerintem most egyelőre. Igen. Az is egy feladat, hogy rajta maradjak a ló hátán. Költői kérdés, hogy szállok innen le? Vegyünk egy ilyen lovat. Van ettől kisebb is? Van. Erre van. Rámernék menni. Gabikám, akkor az összeg megfelel, ugye? Biznisz bejött. Apád bolond. Azt hiszi, haza lehet hozni a kecskét. Gabi, hát ezekkel most mit csináljad, Dibna? Ramszesz után így sem pucolod a izét. Amit kitojik, akkor majd a kecske után te fogod? Az van, hogy én szerelmes lettem. Most komolyan? Esküszöm. A jó Istenben van már ez, te ez a tanya vagy, mivel ez, mi ez te? Majd meglátod, Vivi, hogy hova jövünk. Órája kabírjázza. Szerintem erre egyenesen. De vagy! Ó, de nagyon, nézed, már látszik, hogy hozzá vannak az emberekhez szokva. Együtt majd fölnyergeljük, jó? Szia, baba! Van kedved segíteni benne? Meg a lópucolásba? Persze, segítünk. Jöhetné hozzám krumplit pucolni, meg ezért főzni, meg tudni talán főzni, persze. Persze, bármikor. Benne vagy? Persze, na, megbeszélünk. Na, gyerek kijön pucolni, te meg átjössz hozzánk pucolni. Persze, krumplit na. Fogunk pucolni, ez tök jó. Steg? Steg a bátya, na. Mielőtt mondjuk elmegy az ember lovagolni, akkor ezt a rituálét mindig meg kell előtte csinálni, mi? Hogy a így lovat van, át kell félni. Mindjárt keresek egy patakapadot, és együtt kikaparjuk a patáját, mert az is nagyon fontos, jó? És ezeket a lovak így hagyják is amúgy? Persze. Már amikor vagy szeretném. Csak azoknak, akiket ismer? Hát most például nem annyira akarja. Na, nézd oda, megmakacsolja magát. Nézd? Aha. Így kell. A másikat majd kipróbálod, jó? Ezt megmutatom, hogy kell, és akkor a másik első lábát majd megcsinálod, jó? És ezt muszáj mindig megcsinálni? Igen, ez minden nap. Muszáj kiszedni a koszt belőle, mert belerohadhat, szó szerint így mondják, és akkor lesántulhat elég azt könnyen. Úgyni. Így körbe. Így. Most fordítsd meg, és akkor a kefe részével... És akkor most ki kell kefézni, ugye? És amikor meglátod, hogy mennyi maradt még benne, még egy kicsit kaparhatod, itt van ez a V betű. Aha. Fordítsd meg a patakaparót, itt felém álljon. Ja, hogy így, aha. Aha, úgy. Úgy. Aha, igen, itt látni. Nagyon ügyi vagy, nem fáj neki, csak le akarja rakni. Kérlek. Úgy most még a kefe részével egyszer. Hopp, bocsánat. Király. Ügyik vagytok. És a hátsónál is kell, vagy a hátsónál azt nem? Hát kéne egyébként, hogy szeretnétek, megcsinálhatjuk. És az a másik ló, az is a tiéd? Igen, az tücsök. Tücsök? Tücsök. Aha. Megnézzük, gyere. De ő már egy nagy ló, nem? Igen. Ő már rendes felnőtt ló. Igen, a baba is felnőtt egyébként, csak ő póni méretű, meg ló. Jó. De most ő ideges? Hogy nem így, idegeskedik. Hogy így íz, nem a szia. Legyek egy kicsit piszkálják. Igen. És ezért kapál. De amúgy barátságos mindig. Nagyon kedvesek az összes. És melyik a te saját lovad? Az nincs itt fönt, az lent van egy az nagy legelő. Aha, az igen. A sajátod? Igen, nem ő senki, csak én.
Azon csak te. Igen. És azt tudja mi, hogy őt csak te lovagolod. És ők várják is minden nap mi, hogy futtassátok őket? Persze, mert minden napi rutinjuk van, reggel ki, este be, abrak. Gabika is megvan adva, hogy egy lónak mennyit kell futnia? Kilométerbe? Vagy? Nem nagyon. Nem nagyon. El kell őket fárasztani. Hát igazából akkora legelőn vannak kint, hogyha nem mozgatnánk őket, akkor is el lennének, de kell nekik azért a napi egy óra mozgás mindenképpen. Igaz, hogy ők állva alszanak? Lefekszenek egyébként, hogyha biztonságban érzik magukat, de csak ilyen 2-3 órát alszanak fekve, egyébként meg állva. Állva töltik akkor a részt az idejük igen. De folyna a lábát. És a ló, az ugye minden lovastól megkérdezem, de hogy a ló az egy teljesen más, az egy szerelem, egy különleges állat, ugye? Bizony. És ez csak tényleg azok tudják, akik nekem nem is állatok igazából, olyanok, mint hogyha te vagy én lennék igazából, teljesen őket terápiára is mindegyiknek van egy személyisége, nagyon komoly. Mindegyiknek mi, uh-huh. és miben nyilvánul meg, hogy mondjuk ő egy akaratosabb, vagy miben látod azt a... Pontosan a kezelhetősége, a kezessége, hogy mennyire szereti azt, hogyha dolgozunk vele, meg mindenféle szokása van, igazából az összesnek van egy kialakított szokása. Olyan tündérek a kecskéid, látszik, hogy annyira emberhez vannak szokva, hogy ez valami hihetetlen, jönnek az ember után. Gabika, hát most... Eszter az egy külön... Melyik az Eszter? Ő az Eszter. Ő Eszter? Ő milyen? Hát én azt hittem, hogy a fiú. Gyökeres, mióta van a lova, de azóta van Eszter is, és mindig is lesz. Nagyon-nagyon szeretjük. Tessék, itt van putoló. Eszter kell bogyózni. Bombonozni. És csak, Vivi, szeretnéd? Vivi. És akkor ezt kell először fordítva. Ja? Aha, ez egy nyereggalátét. És ez azért kell, hogy ne csúszkáljon a... Így ide előre rakjuk. Ja, aha. Ezt is rádobod? Meglátszik, hogy még életemben nem könnyű. Csináltam. Miért? Ezt csak így? Aha, csak ezt is fordítva. Ja? Így. Jó? Így. Ezt is előrébb? Aha, így az egészet előre helyezzük, és utána így hátra húzzuk, és érezzük, hogy meddig kell. Így. Aha. Ezt így érzéssel kell. És ő már ilyenkor tudja a ló, mi, hogy ő most menni fog? Persze. Már akkor tudta, amikor felhoztuk a legelőről, hogy neki most dolga lesz. Ezt Ferrántó színnek hívják egyébként, hogyha érdekel. Aha. Így becsatolom. Azt oda csatolod, és akkor azzal fogod át a nyereg másik oldalát? Igen, ezt fogja oda a nyerget a ló hátához. Ez a heveder. Aha. És milyen sulit kellett elvégezned így, ami a lovakkal kapcsolatos? Hát én elsőnek egy lovász OK-ét végeztem, utána pedig egy lovasport edzőit. Azt a mindenit. És akkor ott ez a lovász, ez a lovásziskola, itt mindent meg kellett tanulni a lóápolástól kezdve. Igen. Tartásig. A nyergelést, a tenyésztést, mindenfélét, tényleg a magyar lófajtákat. Ott elég sok elvárás volt. Az igen. De hát nem egy ördöngösség, hogyha az ember benne van a lovas világban, akkor nem nehéz egyébként. Uh-huh. Hát igen, ez egy teljes más világ, mi? Hát persze, ez egy másik dimenzió. Na Vivi, akkor megkezdjük a felszállást? Oda rakod a... És akkor könnyebb lesz neki felszállni. Csak így felsétálsz le, és felcsúcsálsz. Jó? Segít. Ebbe beleteheted a bal lábadat. Várjál, először így át. Várjál, segít. Nem. Az, ja igen, a bal lábaddal ide. Így van, és emeld át a lábad a másik oldalra. Várjál, segítünk. Vagy menjek át a másik oldalra, mert ő nem nagyon... Segítünk, ott van a Tamika. Várjál, fogunk. Dobd át a lábadat. Na, emeld, azaz, ügyes vagy! És bele a kengyelbe, itt jó. Várjál, mert nem jól ülsz, Vivi, tehát nem egyenesen ülsz most, jó? Tartsd egyenesen a... Félsz egy kicsit? Uh-huh.
De hát ez egy pici kelló, nem kell ezen félni. Na, foglak én is itt oldalt, jó? Ott kapaszkodj, és én meg itt oldalt segítek és foglak. Ültél már, Pacin? Igen. Hát ült már, de... Meg egyszer egyedül is javag volt. Hát nem egyedül úgy, hogy így fogták, nem egyedül azért nem. Hát nem, igen, nem vagyunk mi ilyen nagyon lovas edzettek, de így azért és foglak, hogy szeretnél, jó? És sétáljunk veled, így melletted, vagy a futószál az elképzelhető, hogy menni fog? A futószál az úgy néz ki, hogy ide rakunk egy kötelet, és akkor ő megy körbe-körbe. Szerintem nem, inkább sétáljunk vele együtt, persze, okay. Az a biztos. Fogod? Az a biztos. Én fogom Vivit, és akkor... Én megsétáltatom a lovat. A Vivi nagyon-nagyon boldog. Vivi olyan, mint én. Vivi is minden állatot szeret, meg azért ő benne van bevállalóság, úgy, mint bennem. Ő is felpattan a lóra, én is felpattanok a lóra. Hát legalább mi ketten tartsunk össze, legyünk már tökösek. Csak annyit kell csinálnod, hogy megpróbálod elérni a pacinak a fülét. Nyújtsd előre a jobb vagy a bal kezdedet, és próbáld meg elérni. Nyugodtan. Az egyik kezeddel. Megálljunk, ameddig megpróbálom? Aha, na fog, és igen, és akkor próbáld meg az egyik kezeddel az elérni. Az egyikkel, hajolj előre, hopp, meg is van, és most a másikkal. Másikkal. És most megpróbáljuk menet közben is, jó? Nem nehéz jó, feladat. Én foglak, nyugodj meg. Na mehet, egyik kéz, másik kéz. Na, mehet. Úgy, ügyes vagy, nem baj, ha nem sikerül megfogni, majd sikerül a legközelebb. Most másik kézzel. Úgy, és mehet folyamatosan megállás nélkül, Vivi. Lehet, hogy én is kipróbálom egy körre azt, a másik, vagy amelyikkel lehet, nem tudom, melyikkel lehetne nekem. A tücsire simán felülhet. Igen? Aha. Jó, és ezt ajánlod inkább, amiben a lábam tudom fogni, és akkor itt fogom fölül, vagy melyik? Hát ahogy szeretnéd, de a volt is az azon azért tudsz kapaszkodni. Szerintem próbáljuk ki azon. Nézzük meg azt, jó? Oké. Okay. Na gyere, Vivi, akkor parkolj le. Igen. Okay. Na? Húzd ki mind a kettő kenyérből. Húzd ki a lábadat. És az lesz a feladatod, Vivi, hogy előre dőlsz, és azt a lábadat erre hátra átlendíted. Én itt segítek neked leszállni, oké? Dőlj előre. Aha. Ügyes vagy. De jó, ügyi vagy, király. Úgy hívják. Aha. Ez ilyen kapaszkodós. És akkor ennek csak így kell a hátára ülni? Igen, és akkor ebben meg tudsz kapaszkodni. Ah, na, lehet, hogy rosszabbul jártam, nem? Hát még cserélhetünk. Nem, mindegy, jó, ez most már kipróbál. Oké. Szegény ló. Figyelj, egy 10-es ledobtam az utóbbi időben, úgyhogy el kellene, hogy bírják. Jó? Nem hiszem, hogy megkottyansz neki. Tényleg? Hála jó Istennek, hogy azért mínusz 10 kilóval már könnyebb vagyok. Ma még nem is reggeliztem, úgyhogy a szegény ló el kell, hogy most bírjon. Tehát szerencséje van, hogy most jöttem, nem még a nyári szünet elején, mert akkor egy 10-essel több voltam. Ma még nem is reggeliztem, úgyhogy most pont jó időbe jöttem. Jaj, de szép. Kicsit érzékeny a hantározásnál a fülére, úgyhogy lehet, hogy rángatni fogja a fejét, de ez nem mindig van így változó. Attól függ, milyen kedve van. De amúgy milyen nyugalommal eltűrik ezeket, nem? Igen, nagyon, nagyon kezesek. És az miért kell a szájukba különben? Azt sose tudtam. Hát ezzel irányítod, ez az abla. És akkor azt ő rákcsálja. Aha. És így lehajtja a fejét kis kedvesen, hogy bele tudjuk dugni a fülét. De aranyos. Úgyhogy nagyon cukik. És van olyan ló, amit egyáltalán nem tudtok betörni így, hogy lovagolni lehessen rajta? Maximum, ha lussák vagyunk és nincs kedvünk szenvedni vele. Egyébként nincs olyan, én még nem találkoztam olyannal, amit ne lehetne. De nekünk is van olyan, amelyik nincs belovagolva, mert sok meló lenne és inkább bele se kezdünk, mert nincs rá időnk, aha, nincs elég. És az mit takar olyankor, hogy egyáltalán nem hagyja, hogy felülj a hátára, se semmi? Hát először
nyeregbe kell vele úgy dolgozni, hogy csak felteszed el a nyerget, és akkor futószáron fut körbe-körbe, és akkor egy idő után megszokja, hogy van valami a hátán. Akkor szoktak olyanokat csinálni, amit úgy hívnak a lovasok, hogy rodeóznak, hogy így össze-vissza ugrálnak, és furcsa nekik, hogy van valami a hátukon. Aha. Aztán, hogyha már azt megszokta, akkor szoktak vagy ilyen műbábut, van erre kifejezetten egy bábú. Komolyan. Vagy azt rátenni, vagy zsákot megtöltik szalmával, és akkor azt rárakják. Még ilyen. És akkor azt is megszokja, hogy súly van a hátán. Na, az ember nem is gondolná, hogy mik vannak. Hát egyébként bonyolult egy folyamat. Aha. Kész van a paci. Na, hát figyelj. Na, ügyesen. Tök jó. Jaj, de jaj. Na, ez jó. Ja, na, így jó. Kicsit csücseny előrébb. Így né. Mocorog? Csak látszik, hogy laza. Belátunk ott közötte, és nem kéne. Nem, mert kicsit leesik, de nagy dolog. De aranyos vagy. Jól fog kinézni szerintem egy huppanás. Na. Estél már le lóról? Én többet vagyok földön, mint lovon. Jaj, anyám! Adjak feladatokat, vagy csak így sétálgassunk? Hát szerintem most egyelőre az is egy feladat, hogy rajta maradjak a ló hátán. Jó, azért próbáld meg megérinteni a fülét, jó? Nyújj előre, hasalj rá nyugodtan a nyakára, nem baj, ha nem éred el. Na, próbálkozz. Jó? Most egyelőre én csak így kapaszkodok. Jaj, de jó lenne, Istenem, ha tudnék úgy vágtatni. Hát igen, amúgy elég jó érzés. De milyen vágtatni. Szabadság az, Úristen! Bizony. Szoktad azt csinálni, hogy csak ha úgy ideges vagy, fogod és kimész és vágtatsz egyet? Hát régen, ameddig nem volt gyerekem, addig persze addig nagyon igen. Sokszor csináltam, de most már nem tudom megtenni, hogy amikor gondolok egyet felülök, de igen egyébként. Aha. Sanyu, milyen ügyes, mi? Milyen érzés egy lovon ülni? Először egy kicsit félelem volt, és utána már nem annyira. Igen? Föloldódik akkor az ember, ugye? Szép, a világ legszebb állatja. Mert én már régen lovagoltam. Hát nem vittelek, hát kivitt téged oda. Nem. Anyád milyen ügyes, nézd meg. Közben fél, látom az arcán. Nézzek azt az arcot. Az a forma anyádnak. Na, nem próbálod meg ezt a fülérintést? Ha, várjál! Jó, itt... Úgy, tessék. És most a másik. És most a farkát. Az még oké. Na. És menet közben? Inkább nem? Hát, inkább most kapaszkodok. Jó, ahogy jobb. Nyilvánvalóan, hogy mivel nem vagyok lóra szokva, így először az egyensúlyomat kellett megtalálni. Attól féltem, hogy nehogy itt szégyen szemre a lóról leessek, úgyhogy próbáltam tiszterővel kapaszkodni. Közben ugye itt kaptam a feladatot, érintsem meg a fülét, farkát a lónak. Na most a farka még ment, mert az közelebb volt, de a fülét nem mertem. Igen, tehát az egyensúly az ugye mi, amit így... Hát ez nagyon fontos, de hamar kialakul egyébként. És nem akkor fárad el az ember, amikor rajta van a lovon, hanem amikor leszáll, akkor érzi, hogy hú, ez durva volt, ez sok volt. Igen, mert hogy a combizmot kell feszíteni, nem? Igen, nagyon fontos, hogy összeszorítsd a lovat a két comboddal, mert igazából azt tart fönt. Költői kérdés, hogy szállok innen le? Előre rössz. Hívjak egy darut, fiam. Hogy dőljek előre, alulra? Igen, és azt a lábadat lendítsd hátra. Jaj, na várjál, erre nem gondoltam, még felszállok, de hogy jövök le? Nem olyan magas. Nem? Nagyot nem esel. Hogy? Odani, hát lehet, hogy valami lovás családból származok. Ez nem lehet, hanem biztos. Figyelj, köszönöm szépen a fuvart, nagyon rendes vagy. Nagyon rendes vagy. Nagyon aranyos vagy. Na mit szólsz, Szívi? Azért anyád sem volt piskóta. Hát, így.
Mi? Nehogy már azt mondta, hogy féltem. Féltél. Mi? Az első körnél. Utána már nem. Az na. Na, te miért nem műsz fel? Én nem dohányzom kislánykoromat. Na, pedig nem tudod, milyen érzés, amikor úgy süvít a szél fenn. Nagyon jó érzés. Elképzeltem, hogy vágtatok. De csak elképzeltem. Na, igazából én úgy szeretném egyszer Emilt meglátni egy lovon. De sajnos az soha az életben nem fog bekövetkezni. Mert hogy konkrétan ő egy hercegnek képzeli magát, aki már modernkori herceg, tehát ő autóval érkezik, nem lóval, pedig jól állna neki egy ló. Bár én őszinte leszek, hogy neki egy ilyen apró kis muraközi lovat tudnék elképzelni. Ő a herceg, úgy hívják. És ő ekkora marad? Igen, ő már felnőtt. Ne! Hát ilyen édesed, te jó Isten! Mennyi idős? 5 éves. És ő mini póni, vagy igen, milyen? Ő mini póni. Nem hiszem el. Emil, egy ilyen lovat vegyél nekünk. Nagyon fajn. Akkora, mint Ramszesz majdnem a rottweilerünk. Jaj, de aranyos. Jaj, de hazavinném. Szia. Jaj. Ez nagyon fajn. Na, ezt beengedném a kertbe. Otthon is beengedni, vele aludni. Miért, hogyha Schwarzeneggernek van szamara? Ő herceg, de CZ-vel. Tehát ha leírod, akkor CZ-eg, jó? Aha. Ne, Emil! Vegyünk egy ilyen lovat. Van ettől kisebb is? Van. Erre rámernék ülni. Na! Erre lehet, hogy nem kéne. Miért? Nem bírná el? Hát egy kicsit súlykorlátos. Igen, mennyit bír el? Hát úgy... 50 kiló? Aha, kb. Ó, fiam, akkor már nem kell sokat fogyni. De ez nagyon fajn. Hát én beleszerettem ebbe a mini lóba. Most már pedig én addig Emilt nem fogom békén hagyni, amíg egy ilyen csepp lovat nem fogok venni. De még ettől kisebbet szeretnék nézni. Ezt jó tudni, hogy itt van ilyen bértartás. Úgyhogy most addig nem nyugszok, míg szüni napomra egy ilyen mini lovat nem veszünk. És milyen állatok vannak még? Hú, van. Disznó, van egy csomó. Macska. Nézzük már meg a disznókat. Jó, nézzük meg. Imádja. Hát ilyen a Emi... nézni is, enni. Egy ilyen kis lovat, vagy ettől kisebbet nem tudsz szerválni nekünk? De, simán. Tényleg? Esküszöm egy ilyen kis lovat venni. Még béltartás is van itt, úgyhogy... Tényleg? Tök jó. Na, hallod? Akkor meg lehetne venni és itt tartani. Na jó! Jaj, a kis malac, ja, Emil! Á, de nagyon arany! Jaj, de nagyon édesek! Úristen! Á, te nagyon cukik! Hány malac van? Kettő. Hát kettő? Itt kicsike, kettő. Picike, kettő. Meg a két anyuka, meg ott is vannak egy páran. Ki ne enged? Amúgy, ha kijönnek, akkor vissza tudod őket terelgetni? Nem, hát nem. Jó nagy melóval, igen. Szaladgálunk utánuk, mint a messzes. Azt a mindenit, nézd oda, és ott megy az anyu után cicizik. Á, nagyon tündérek. És akkor van pici borjú? Aha, ott van, nézzétek meg. Mennyi idős, mikor született? 2 hónapos. De már dupla akkora, mint volt, nagyon azt pici volt. Azt a mindenit. Megsemmi a kislány milyen ügyes, nézd oda, hogy egyedül így el bánik hát az állatokkal. Tamikát azt nem kell félteni. Mennyi idős? Tamara? 12. Azt a minden. És akkor estére meg be kell az összes állatot terelni, a lovakat is, mindent? Ők ridegtartásban vannak nálunk, az azt jelenti, hogy éjjel-nappal kint vannak, és legeléznek, meg szénáznak. Télen mindig bezárjuk őket. Amikor az időjárás -5 alá megy éjszaka, akkor már bent alszanak, aha, de a csikósok most is bent alszanak, még nyáron is, aha, akik most születtek nemrég, amikor már elmúlnak de hónaposak. De akkor ők egész nap kint vannak ott? Egész nap. Ha esik az esőbe, mennek a beállóba. Maguktól? Aha, igen, bemennek maguktól. A csikósokat meg esőbe bevisszük egyből. És így tudják, hogy hol van az istálójuk? Persze, este ilyen 4-5 felé már itt van az összes a kapuban, mert este a kajaosztást nagyon szeretik. Aha. És jönnek zabálni fel. Hát okos állat a ló, nagyon az az igazság. Nagyon szeretném hazavinni vagy a lovat, vagy a kecskét. Hát meg tudom apát győzni. Akkor az összeg megfelel, ugye? Az üzlet bizniszbe megkötöm. Jött. Nagyon vigyázzatok rá. Nagyon vigyázok rá. Egy kis, hozok neked
Szeretném majd meglátogatni, ha lehet. Na, hát átsétálszat itt. Jó, oké, oké, ezt megbeszéltük akkor. Jó. Úgyhogy nyugodjál meg, nálam jó helyen lesz. Imádni fogja pörköltet. Na, induljunk, fiam. Jaj, de aranyos, nézd, sétáltattad? Nem. Na, menjél haza kocsival. Mert? Én megvettem a kecskét a Vivinek. A kecskét? Meg, hát muszáj nekem kecskesajt. Jó, de aranyos. Ami muszáj. Na, de ma az jó, Ramszesz, hogy... De ma az jó, hogy de hát haza hova? Mi? Hát nem tudom a kenelbe belakni, fiam. Hát ő megy a kenelbe, a Ramszesz meg ki. De az Emil, hát fogd már fel, hogy az úgy nem jó. Már megvettem, az kész. De akkor nincs baj, annak én is örülök, de akkor tényleg hagyjuk itt, mint ahogy a lovat lehet. Nem hagyom, mi hagynám itt a kecskémet? Hagyjál engem békén. De hagyját, nem tudod a kecskét. Hol ezért vettem meg, hogy itt maradjon? Hát de kijövünk hozzá, hát itt vagyunk 20 méterre. Be kell menni az önkormányzatba, nevemre iratni, a lakcímkártyát kell neki intézni. Na jó, ne hülyítsél meg. Mondom, Dik, hát ott kell lakni. Hát szia, én örülök neked, azzal nincsen gond. Csak haza nem tudsz jönni. Érted? Taníts kell maradni. Tanítsd már meg a Tinát fejni. Bármikor egyébként. Azt hiszi, haza lehet hozni a kecskét. Gabi, én hát ezekkel most mit csináljad? De Emil, Ramszesz után így se pucolod a izét, amit kitojik, akkor majd a kecske után te fogod? Hát a térkövet szétkulázza nekem, mi nem ezt tudom pakolni. Ezt már nem hagyjátok itt. De figyelj, na, ez a beszél. Azzal nincsen gond, meg örülök neki, hogyha kifizette, meg megvette. De akkor na, itt marad a mennyi, kecske tartásban. Mennyi, na, engem nem érdekes, gyere. Haza nem jössz vele. Na, de hogy na, nem, gyere, menjél, sétáljál kecskével. Gyere, megyünk haza, gyere. Na, akkor menjetek ti is, te is menj anyáddal. Na, gyere. Na, menj anyáddal, te is. Haza úgyse fogod behozni, majd akkor visszasétálsz vele. Megetetted, jó, romásan benne velem, Gabika ez. Na jó. A legnagyobb roma, gyáli roma lesz. Gyere, öcsém. Maja, vagy hát ki ez vagy ez meg van Eszter? Kergülve. Sétáltasd meg, azt parkolj le vele vissza, mit csinál? Fiam. Persze, majd mindjárt izélek. Veled fogok foglalkozni. Gyere, Vivi. Hát mondtam ennek a cigánynak, hogy meg lovat vegyen. Hát ilyen törpe lovat vegyen. Erre mit vesz? Vesz egy kecskét. De nagyon fain ez a kecske, tehát én örülök neki. Ez félreértés, ne essék. Csak hát ugye nem tudom hazavinni, mivel ott van ez a behemót Ramszesz. Ha Ramszesz nem lenne, akkor most az üres kenelbe jöhetne a kecske. Nézed már meg, mekkora forma a kecskével. Én vigyázunk rá, de figyelj! Majd én visszahozom mindjárt, és akkor itt bértartást azt lerendezzük. Hadd sétáltassam. Jó, megbeszéljük akkor. Nálunk nem lehet. Gyere! Te ezt nem fogadtok! De ez már a tiétek. Azzal nincs gond, én nekem... nagyon örülök neki. Esztike, sétáltasd meg már a gazdádat. Arra van a haza, arra! Na menjél! Arra, gyere már! Még a kecske se fogad neked szót. Gyere már! Adok neked nokedlit. Énekelj neki, hát ha akkor megy. Legyél adok vele neki nokedlit. Énekelj neki! Gyere már! Túl szigorú vagy. Le kedves legyél a kecske, úgy bánj vele, mint egy nővel, fia! El! Di! Egyezünk meg, maradjon itt bértartásba, úgyis kijövünk látogatni, meg kihozunk neki, amit ki... Mit eszik amúgy a kecske? Legel. Tényleg? Hát akkor az végül is jó. Akkor megegyezünk abba a bértartásba, és akkor jövünk úgyis látogatni. Még ilyen szót fogadatlan te. Hát azt mondtad, be van ez nevelve. Ez egy rendes kecske, te ez... túl szigorú volt, elkezdtél vele kiabálni. Hát gyere, nem kiabál. Gyere, Esztike, gyere! Tedd be a kocsiban, fiam, a szétkulázza! Gyere! Gyere! Gyere velem, gyere! Gyere, én faim vagyok, nem olyan vagyok, mint Emil. Gyere velem! Na gyere! Nagyon cuki vagy. Figyelj, akkor maradjunk annyiba, hogy akkor holnap kijövök, és megbeszéljük akkor a bértartást, jó? Jó, oké. Na, ez a legegyszerűbb. Na, mehetünk? Tojik az egészre! Tojik az egészre, az az igazság. Na, nagyon szépen köszönjük, akkor holnap kiszaladok napközben itt valamikor. Rendben, beszélünk, hívjatok, keressetek, jó, jó, megbeszélünk. Köszönöm. Adik a csókollak, sziasztok, csajok! Engem nem érdekel, a kecske jön be a lakásba, neki lesz a szobája, odaadom a dobszobámat, csak nehogy meghalóz a dobfelszerelésemet. Lenne kecsketejem, kecskesajtom, én beindítanék egy ilyen tejüzemet egy pár darab kecskével, hát Eszterrel kezdeném, utána jöhetne a többi. Ha nem, hazahoztad volna a kecskét, hát hót bolond vagy. Komolyan. Hát ez még rosszabb tőled is. Még jó, hogy a kecskét nem hoztuk, de hát most mi lett volna? Megette volna a füleit a Krisztiánna. Hát az van, hogy én szerelmes lettem. Most komolyan? Esküszöm. Ha egy olyan férfire alapoz, aki vacilál meg, nem biztos, hogy kell lesz, az így nehéz. Volt két pici gyerek, amit ugye ettől megijedtem,
az elején, és akkor szerintem ő valahogy ez neki nem nagyon tetszett. Igen, csak most ő azt kérte, hogy ne írjunk, ne keressem, mert hogy kell neki egy kis levegő. Ugye ezt se értettem. Hát én megmondom őszintén, én ebben nem nagyon szoktam hinni, ja, hogy egy kapcsolatot szüreteltessünk. Még jó, hogy a kecskét nem hoztuk, de hát most mi lett volna? Megette volna a füleit a vizet, Krisztiánnal. Igen. Hallod, fiam? Amúgy a Krisztiánnal most nagyon óvatosan, érzékenyen, mert nagyon nagy bánata van. Kéne érzékenyen? Bánata van a szegény szomszéd. Mire van bánata? Két napja, hogy jöjjek már, átbeszélgessünk egy kicsit vele, mert szerelmi bánata van. Mit szerelmi bánata? Hagyjál békén. Te ott tesz meg a szerelem. Igen. Két napja mondta nekem, hogy ma ugorjunk át, ha van idő, mert egy kicsit akar beszélgetni. Hát jót hívott, tehát hát mindegy. Hát majd a nagy nő csábász meg a szerelem. De azt mondja, hogy ez most más. Szia, szomszéd! Halló! Ha mi van veled? Szevasztok! Ó, de nagy izén formád van, úszómester formád, a fehér pólóba. Jó, hogy jöttetek. Na. Piros gatyába, jaj, végre de szép. Itt a nyár végén. Megjavult a medencéd? De rég találkoztam, nem annyira. Nem, pusza. Jaj, de szép tisztaság. Te beszél az asszony ilyen össze-vissza, hogy bánatos vagy. Nem, azt mondja. Mi van? Két napja mondta, hogy jöjjünk már rá. Mi van, töké? Semmi. Jó vagyok. Na, most frankot mondjad. De azt mondtad, hogy valami lelki bánatért. Mondd, itt vagyunk, mint terapeuták, és stb. Mondd, hogy mi a gond. Ide ülök melléd a vízpartra. Üljetek le. Úgyse nagyon láttam. Nem csopantok egyet? Az a baj, hogy egy kicsit. Hagyj üljek le, Ajda! Na, hát figyelj, úgy, nagyjából úgy jó vagyok. Tulajdonképpen a medence az se javult meg. Mi van? Semmi, gyerekek, semmi nem javult. Semmi nem jó igazából összességében, azt kell, hogy mondjam. Minden diszkók, összejött. A diszkók azok... Na mi van? Mi legalább a diszkók azok mennek. Itt olyan pénteken ugye a nyugatinál ott az működik. Aztán hát szombaton ott a nagyobb bulikat lemondták, gondolom neked is. Tehát ezek a... Ez 500 fő fölött. 500 fő fölött, persze. Ja, hát ezt felejtsd el. A retrofesztiválok. Most akkor 499 embert engedett? 499 emberrel megyünk, így van, az működik. Na most azért azt persze bele kell venni, hogy forgóba is. Aha. Tehát tudod, azért úgy van, hogy bent egy helységben 500 ember. És ezt hogy tudják koordinálni? Hogy számolják mindig? Hát így, amennyi kimegy, annyi bejön. Tehát ez egy ilyen tök normális, ilyen forgóba úgy szoktuk mondani. De ez jó, hát nálatok? Ugyanaz, hát ugyanaz, mint nálad, igazából. Kisebb privát bulik vannak, nagy fesztiválok lefújva, mama nagy koncertje is átlettéve jövő májusra. Igen, hát azt nem lehet 500 fő feletti rendezvény, úgyhogy igazából ugyanaz van. Hát azért a privát bulik, hála Istennek, azok vannak, de hát de ez a nyár elment. De azt az emberek ki vannak kéhezve a bulira. Igen. Igen. Az elején még nem, mi kinyitottunk június közepén, aha, vagy július közepén, és akkor ott láttam, hogy azért meg voltak ijedve az emberek. Ott voltak, meg bulisztunk, meg tök jó volt, de ott még meg volt egy kis ijegység 2-3 hétig. Most, hogy megint talán jön a esetleges második hullám, ami nem tudom, most jön, vagy nem, ezt nem tudom ti, hogy látjátok. Isten adja, hogy ne jöjjön. De ha mégis jön, akkor meg megint ugyanúgy kezdhetjük előről, mert már kezdtek az emberek végre felszabadulni. Hát figyelj, erre nem tudok mit mondani, hogy milyen hullám jön, mi nem jön, én már azt sem tudom, hogy mit higgyek. Tényleg. Hát nem tudom, mi lesz. Mindegy, mi bulizunk, meg bulisztatunk, ahogy... Ja, ahogy, kicsit tudsz, oda megyek már hűvösbe. Jó, nézz előttek. Felforr az agyam. Nézz előttek. Felforr, úgy az agyam, hogy már... Jó, semmi baj. Tetején van? Nem, alatt. Hát akkor majd most így jártál. Majd kihorgásszuk. Mi van? Figyelj már, nem akartam az enyhe előtt mondani. Hát de mi mondhattad volna? Nem, nem akarom. Mégis ez ilyen... Egy nőtől talán jobban tudnék tanácsot kérni. Figyelj, az is akartam, hogy gyertek, hogy... Hát az van, hogy én szerelmes lettem. Most komolyan? Esküszöm. Kérdezed el, hogy... Te ne körülök. Én nem. És mi a baj? De azért elrontottam. De mit csináltál? Az van, hogy hosszú idő után végre találkoztam valakivel, akivel hát sok időt kellett hagyni arra, hogy megismerjem, hogy esetlegesen valóban képes vagyok-e. Ugye, sokat voltam egyedül, és hát addig vaciláltam meg.
foglalkoztam ezzel, hogy ő meg elvesztette a fonalat. Volt két pici gyerek, amit ugye ettől megijedtem az elején, és akkor szerintem ő valahogy ez neki nem nagyon tetszett. Aztán mikor már úgy éreztem, hogy igen, úgy, ahogy van, szöröstül, böröstül, csináljuk, ő meg befékezett, és akkor most itt tartunk egy ilyen óriás. Megbántottad? Szerintem igen. Jó érzés, hogy az ember számíthat a szomszédjaira, főleg, hogyha ilyen szomszédai vannak. Különösen az, hogy egyébként egy ilyen kicsit kényesebb témában, mondjuk a Tinával jobban megértem magam, egy nő mégiscsak jobban tud tanácsot adni. Én mindig azt szoktam mondani, a gyerekeje, tehát a nőnek a gyerek, az szent és sérthetetlen. Igen. És ha valakit szeretünk, és tudjuk, hogy van gyereke, akkor ezt úgy, ahogy van. Gyerekestől igen. Együtt vállalod el, és azzal együtt szereted. Egy új helyzet volt nekem, tudod, és mire eljutottam oda, hogy oké, na, akkor csináljuk, ott ő meg azt mondta, és nem tudja, hogy most eddig így akartam, most meg úgy nem akarom, vagy úgy akarom, és egy kicsit így megijed. Én azt gondolom, hogy nem késő semmit helyrehozni, ha ez még nagyon frissében van ez a történet. De viszont, ha elengeded és feladod, akkor az egy nagy pancsárság, főleg, hogyha szereted, és hogyha ő is szeret. Jó, de Tina, az se jó, mert most azt érzem, hogy én meg most elkezdtem nyomulni, tudod, én meg most azt mondtam, hogy jó, itt vagyok, és csináljuk, és szerintem ezzel is el lehet ront. Tehát, hogy lehet, hogy ezzel most, most erre nagyon berágott, hogy tud írogatás. Ő is szeret? Nézni. Hát ezt nem tudom, nyilván ezt tőle kéne megkérdezni. Biztos, hogy szeretett, mert hogy úgy indultunk el, csak hogy ő mondta, hogy volt benne egy törés, ami miatt valószínűleg megbántottam. Mert tudod, mi a helyzet? Hogyha mondjuk egy nő felad mindent, és azt mondja, hogy rendben van, akkor kezdjünk együtt egy életet, családdal együtt hozom a gyerekeket. Egy nőnek azért már, hogy mondjam, sokkal... Ő veszít sokkal többet, mert ő neki kell kimozdítani azt az életet, amit eddig élt, stb. És ha egy olyan férfire alapoz, aki vacilál meg, nem biztos, hogy kell lesz, az így nehéz. De én azt gondolom, hogy ha látja azt, hogy te teszel érte, és helyre akarod ezt az egészet hozni, és te tényleg szereted, és azt mondod, hogy igen, én szeretlek, és úgy, ahogy vagy, akkor kell lesz nekem. Elfogadlak mindennel együtt, gyerekekkel együtt, mindennel, akkor szerintem dolgozz meg érte. Legyél gentleman. Tina nagyon jókat mondott, bár azt gondolom, hogy egyébként nő és nő között is van különbség, akár generáció miatt, vagy akár társadalmi réteg miatt. Lehet, hogy megfogadom a tanácsát, bár abban nem biztos, hogy igaza van, hogy most én őt bombázzam mindenféle dologgal. Van olyan típusú nő, akinek jelen pillanatban pont az ellenkezőjére van szükség. Igen, csak most ő azt kérte, hogy ne írjunk, ne keressem, mert hogy kell neki egy kis levegő. Ugye ezt se értettem. Hát, én megmondom őszintén, én ebben nem nagyon szoktam hinni, hogy egy kapcsolatot szüreteltessünk, meg legyünk barátok, meg mit tudom én. Nálam ez mondjuk elfogadhatatlan, mert vagy lezárok valamit, kéri, vagy nem. Ha most ő azt kéri, akkor nekem egyetlen egy választásom van, Tina. Én ezt megteszem. Hát, de lehet, hogy ezzel el is veszted. Hát jó, de most milyen jobb, ha ezt nem teszem meg, és rájárok a nyakára, amit én nem akar. Én akkor azt mondanám neked, hogy nézd, hagyd nekem egy esélyt, hogy bizonyítsak neked. Én szeretlek, én nem akarlak elveszteni téged. Ez egy nagy szó a te szádból, Lottersz, hogy te azt mondod, hogy szeretsz valakit. Ezt nem hallottam, amióta ismerlek a szádból. Igen, és ez nagyon örülök is, hogy ezt hallom, mert ez egy nagyon jó dolog. És megérdemelnéd te is azt, hogy boldog legyél, de ezért kell engedned is, kell kompromisszumok. Nem szabad önzőnek lenni, Krisztián. Nem szabad. És én azt gondolom, hogy mondd azt, hogy egy esélyt adj nekem, hogy tudjak neked bizonyítani. Én szeretlek. Hülye voltam, hülye megnyilvánulásaim voltak ezzel kapcsolatban, de én rájöttem, hogy nekem te vagy az. És ez így van, figyelj, ez így van, de most nyilván muszáj levegőt adnom. Tehát, hogyha, virágot, vagy tudom én, vidd el, csinálj valami romantikus valamit, egy szerenádot, vagy valami, nem hiszem el, hogy valahogy meg tudod őt nyitni. Az a baj, hogy szerintem nem ilyen típus, hogy ilyenként visszahúzódó, és lehet, hogy pont azzal rontanám el. Nem tudom, lehet az, hogy most egy kicsit eltűnök, és akkor majd talán újra. Mert ha te így mondod, hogy van benne, akkor szerintem lehet, hogy később is van. Az az igazság, hogy én abszolút megértem a Krisztián, tudom ezt a cipőt, ez a cipő rajtam is volt, ez a cipő volt már Emil lábán is, hiszen Krisztiánnak is volt már egy házassága, van is abból a házasságból egy gyereke. Én azt gondolom, hogy ha valami nem működik, akkor jobb pontot tenni arra, mint hogy leélni az életét az embernek boldogtalanul, és igenis, én szerintem jár a boldogság az embernek, bármennyi éves is. Na, jó van, hát köszönöm, hát valami csak lesz. Neked. Valami figyelj, csak jöjjön lesz, mert... már össze, mert ha te ezt mondod, hogy te beleestél, akkor... Igen.
Akkor ez... Kutya érzés ez egyébként, azért azt kell. De jó érzés. Jó, igen. Valahol egyébként ambivalens. Jó, de egyébként iszonyúan tud fájni. Hát hogy ne, a szerelem az fáj. Ennyi. Milyen jó dolgom volt eddig? Semmi bajom nem volt. Butit is a nyomorban ön. Semmi bajom nem volt eddig, Tina. Hát itt volt az ideje, Krisztiánom, hogy szerelmes legyél. Ennyi. Jó, na majd elmúlik. Két kezem, elmúlik a gond, s a félelem. Te vagy mindenem, hisz nélküled nem ér semmit az életem. Ez egy örökre szóló szerelem, hát hidd el, nem élek nélküled. Köszönöm, hogy vagy nekem, és boldoggá teszed az életem. Az érzést, amit kaptam tőled, megbecsülöm, hidd el, kérlek. Te vagy a jövőm, s te vagy a múltam, te vagy a levegőm, és te oltod a szomjam. Te vagy a mindenem, hisz nélküled nem ér semmit az életem. A szerelem záloga, mit kaphatunk egy gyermek mosolya. Messze már a fájdalom, és jól tudom, hogy fentről vigyáznak ránk. Ez egy örökre szóló szerelem, hát hidd el, nem élek nélküled. Köszönöm, hogy vagy nekem, és boldoggá teszed az életem. Az érzést, amit kaptam tőled, megbecsülöm, hidd el, kérlek. Te vagy a jövőm, s te vagy a múltam, te vagy a levegőm, szomjam. Te vagy a mindenem, hisz nélküled nem ér semmit az életem. Örökre szóló szerelem, hát hidd el, nem élek nélküled. Köszönöm, hogy vagy nekem, és boldoggá teszed az életem. Na, tehát akkor most itt annyi történt, hogy ilyen cikkekre vágtam, mint a pizza szeletet a Lili. Most kap egy kis fehérbort kabalából, megpiháztatjuk a csirkéket. Háló, háló, szevasztok, jövök, meglátogatom a Santorini barátomat, remélem itt hol van. Két akkor a csárdást adjál neki, de. Hogy azt se tudja, hol lakik a jó hát én barátként kezellek, te meg a hátam mögött így beszélsz. Te meg elhiszed ennek a szélhámos cigánylánynak hát az én nekem minden szavamat iszta. Bátya, hagyjad azt a tányért, ide vizünk, vidéki közé, fröcsémet, vidéki gyerekek vagyunk, mi tegyük le. Gyere, drága bátyám. Szabolcsból származom. Ennyi. Na, bátyám. Külsőleg jól néz ki, külsőleg nincs probléma. Mindjárt azért bele-bele kóstolgatunk.